Üdvözlöm a Gotthard Televízió nézőit! A mai alkalommal nyári, könnyed olvasmányokat hoztam önöknek. Első könyvem címe Nyár a francia rivérán, Rice Rehöl könyve. Ez az izgalmas történelmi regény Dél-Franciaországba ragadja magával az olvasót, ahol a gazdagok tengerparti csillogó és pompás világa mögött veszélyes titkok leselkednek. Egyetlen ellensége sem volt, amíg egy örökség révén vagyonhoz nem jutott. 1948, London. Eve Forrester élete megreked egy szerelem nélküli házasságban, és szürke komorházában tengeti az életét, amikor teljesen váratlanul levelet kap, egy gazdag, idegen rejtélyes örökséget hagyott rá, de csak úgy tudhat meg többet, ha a fényűző francia rivérára utazik. Eve itt tudja meg, hogy egy elbűvölő villát kapott, ami a földközi tengerre néz, és az élete egy csapása előkelőbb már nem is lehetne. Ám miközben bekerül a gazdagok és a híresek köreibe, titokzatos úton szerzett vagyona vonzza azokat, akik ebben nem törődnek bele, és akik szeretnék, ha Eve örökre eltűnne. E paradicsomban magányosan kell kibogoznia, milyen történet vezetett meglepetésszerű hagyatékához, mielőtt a sorsa nem várt jobbra fordulása a halálát nem okozza. Izgalmas olvasmány. Következő könyvemet Lynn Peter írta. Mr. Téves szám. A helyzet felforrósodik a szavak világában, amikor egy véletlenül téves számra küldött pikáns SMS üzenet név nélküli kapcsolattá alakul Lion Panther fergeteges romantikus komédiájában. A bal szerencse mindig is üldözte Olivia Marshallt, de lehet, hogy ő tényleg az a csőttömeg, aminek a családja tartja. Ám, amikor egy random telefonszámról érkező, mi van rajtad, üzenetből élete legérzékibb, legszórakoztatóbb embert névtelen kapcsolata lesz, egyre inkább úgy érzi, hogy a dolgok talán felébelőben vannak. Colin Beck mindig is a legjobb barátja idegesítő és módfelett szórakozott kisugának tartotta Oliviát. Ám, amikor a lány élete egyik legdurvább Beck szériája után hozzájuk költözik, rájön, hogy a nem kívántos lakótárs átalakult egy egészen más és izgatóbb figyelemelterelésé. Biztos benne, hogy meg tudja tartani a távolságot egészen addig a pillanatig, amíg rá nem jön, hogy a lány az ellenállhatatlan és hihetetlenül vicces Miss félretárcsázás, akivel hetek óta afféle sextinget folytat. Colinnak el kell döntenie, hogy felpörgeti a hangulatot és felfedi kilétét, vagy megszakítja a virtuális kapcsolatot, mielőtt a dolgok végérvényesen összekuszálódnának. Következő könyvem egy népszerű magyar írói, Fejős Éváé. A címe Athén végállomás. Egy szökésben lévő magyar férfi egy távoli szigetről érkezik Athénba a családjához, Karil barátnője társaságában. Ám hamarosan kiderül, hogy nem csak a nyomozók keresik, hanem egy magányos alak is, aki túl sokat tud róla. Ladányi Niki bolondos magánnyomozó nagyanyja szintén szimatol, még mindig a titokzatos főgyész helyettes után, aki Santorinin hiúságból és viccből elkövet egy óriási hibát, és Ilona természetesen megint jókor van, jó helyen. Azonban Niki váratlanul rendőrségi fogdába kerül, és ott is éjszakázik a barátnőjével, férje András pedig azt szeretné mielőbb megtudni, hogy mit keres Niki és a főügyész helyettes egy közös fotón. Görögország, nyárvégi kánikula, humor és sok izgalom. Illetve a legfontosabb kérdés, kiben bízol meg? És valóban, megbízhatsz-e benne? Következő nyári olvasmányomnak a címe Nyáron a párom. Emily Henry könyve. Poppy és Alex. Két ember, akiben semmi közös nincs. Poppy vagány, belevaló csaj, Alex kekinadrágban jár. Poppy megnyughatatlan világvándor, Alex jobban szeret otthon üldögélni egy könyvvel. Valamiért mégis jó, sőt legjobb barátok lettek, mióta az első év végén Alex vitte haza az egyetemről Poppyt. A végzetes autóút óta sok minden történt, és messzire sodródtak egymástól, mégis minden nyáron együtt töltöttek egy csoda szép hetet. Egészen tavaly előttig, amikor is minden összeomlott, és azóta nem beszéltek egymással.
Bobinak megvan minden, amire vágyott, mégis úgy érzi, hogy beleragadt a megszokott kerékvágásba. És amikor megkérdezik tőle, mikor volt utoljára igazán boldog, egyből tudja a választ. Azon a bizonyos, balul végződött nyaraláson. Elhatározza, hogy ráveszi a legjobb barátját egy utolsó közös vakációra, ahol tiszta vizet önthetnek a pohárba, és rendbe jöhet minden. És Alex valami csoda folytán igent mond. Bobinak tehát egy hete van arra, hogy helyrehozza, amit elrontott. Ez azonban szembe kell nézni egy nagy igazsággal, amely szép csöndben mindig is ott állt az ökkenőmentesnek tűnő baráti kapcsolatuk útjában. És utolsó könyvben, nem utolsó sorban, Egy éjszigetem. Jodi Picoult könyve. Cleo minden nap szerelmekről ír a randi rovadba, ám ő még nem találta meg az igazit. A randi rovat szerkesztője felveti, tartson egy esküvőt, ami elveszi önmagát, és helyszínnek egy távoli ír szigetet javasol. Cleo igent mond, ez valóban szenzációs ötlet, amelyel emlékezetessé teheti a 30. születésnapját. Ugyan egyedülálló, de magányosnak cseppet sem magányos, igaz? Jót fog tenni neki az egyszemélyes kaland. Megérkezik a luxusházikóhoz, ahol találkozik a magas, sötéthajú csökönyös amerikaival, név szerint meg kell, aki azt állítja, ezt a szállást ő vette ki. Egyikük sem hajlandó máshova menni, és mint kiderül, nem is tudnának, hiszen a szigeten nincs szabad szoba. Sebesen közeleg a vihar, muszáj osztozniuk a házikon. Elvégre csak egy éjszakáról van szó. És az elmaradhatatlan vers. Orosz Andrea, Nyári pillanatok. Csillag ajkú hajnal ébred, és csöndes pillangó táncot lejtve ring a falevél, a nap szelíd fénye lassan ideér. Lágy esőcseppek érintése zöldes színt festve gyöngyöt kurít, hol bársony és csipkefodros ruhát horgol a nyár. Virágkötényében megbújó madár éneke szirmot bont a rózsa ágon. Mi édes illat, mi szép dallam szállunk, égbolt kékje csillan, fényt szőtte szálon. Az alkony hűvös fátylat öltve táncol, halvány felhők mögé hajlik az álom. Minden kedves olvasónkat nagyon sok szeretettel várok a Móra Ferencvárosi Könyvtárba.